Nagyon remélem, hogy pont jó kezdődnek a képek, ha jól emlékszem, mikor beraktuk a sorrendet, akkor jó sorrendek jöttek ki. Pici fényt ebből vegyünk le, igen, nagyon jó. Mondom, hogy egyet kérek, hogy évszámot ne kérdezzél tőlem fel, hát ez a Bartók Béla úti iskola. Igen, tehát ezek... Hát itt, hogyha megismernek, akkor az nagyon érdekes lesz. Szabad a gazda, ott kucorgok a legszélén. Hát a sportlédi, ugye? Hát... Tehát kiderül, hogy Salgó Tarjánban vannak a gyökerek. Elég keményen. És hiszem azt, hogy egy pillanatra itt álljunk meg. Ez a kép, hát tegnap előtt készült. Hogyne, persze. De azt tudom, hogy tegnap is jársz még ilyen termekbe, és most már megint nem járok, mert privatizálta az önkormányzat ezt az egészet, és akik kivették, nem tartanak igényt az én közreműködésemre. Hát innen látszik, hogy hány ezer évig csináltam, hogy eskedtem. Berkes Józsi bácsit ismeri mindenki, legalábbis az őstarjániaknak ismerős. Na, menjünk tovább egy picit a képekkel. Egy picit, ezek azért úgy tényleg privát fotók. A táncos múlt? Hát kérem, nem lehet elég korán elkezdeni a jelmezt, a táncot. Igen. Következő fotó. Május 1-e. Mindannyian vonultunk, ugye? Ha-ha. Hát ez a kis család. Ugye Pataki Laci, Edit, Kis Edit, Nagy Edit. Hát igen. Első fellépés, ugye? Ez volt az első olyan fellépés a Bartók Béla úti általános iskolával, Krajnák tanárnéni rendezte a darabot, a Hófehérkét, ami színpadon volt. Mert előtte is volt már nekem fellépésem rengeteg. De ez volt az első. Nem te voltál Hófehérke, úgy látom. Hát, valami miatt azt mondták, hogy te, Edit, ezzel a hanggal, te leszel a gonosz mostoha. És akkor kitaláltam magamnak egy fazont, ami úgy nézett ki, mert ugye azt kellett mindig mondani, hogy én vagyok a legszebb. De ezt nem csak így mondtam, hanem huhogtam hozzá, én vagyok a legszebb. És az a gyönyörű benne, hogy abban az időben minden iskola megnézte egymás darabját. Minden iskolának volt egy ilyen színjátszó csoportja, és megnéztük egymást. És amikor a miénket megnézték, és mentem iskolába, vagy a városba jöttem, akkor mindenfelé csak ennyit lehetett hallani, hogy hi-hi-hi. És akkor ennek van-e köze ahhoz, hogy hogyan keveredtél nem sokkal később az acélgyári Petőfi? Elég sokkal később volt az. Sokkal, de hát akkor percekben nézzük a dolgokat. Gimnazista voltam, és tornász, versenytornász. Megversmondó, meg szegény anyácskám mondta mindig, hogy a két fedőt összevernek, te ott vagy. De igen, ezt így érzik volt a városban most is egyébként, mert nem igen, nagyon történik semmi azon ebben a városban, ahol valamilyen hát formában ne lennél érintett. Én szóltam nektek, neked is, meg Sándor Zoli barátunknak is, hogy ha egyszer már úgy érzitek, hogy túl sok vagyok, akkor szóljatok. Erre volt a válasz, hogy csak nem fogod elhinni. Szóval gimnazista voltam, körülbelül olyan másodikos a Madácsba, és casting volt. Most így mondják elegánsan, akkor meg az volt, hogy Vertik Dodi bácsi bejött a gimibe, és akkor mindenkit megnézett, hogy ki lenne alkalmas arra, amit ő keres. És így kiválasztott engem, na itt van Hollywood. Egyébként én is kiválasztottam volna, mert ahogy nézegettem a képeket, olyan bomba nő volt, hogy az olyan hihetetlen, de menjünk csak tovább, mert szerintem itt lesz. Ez már nem az, ez már sokkal. Belekeveredtek a képek, egy kicsit összekeveredtek a szkennelés nyomán. Tehát nem időrendben látjuk, ez a Kármán színház. Losonc, tehát mindenfelé játszottál. Igen. Jó, menjünk vissza az acélgyárhoz, mert jönni hát fog. Hát ez meg még előbb van, és hát itt a húgom is nézi, és biztos, hogy megismeri a barátnőmet, Kovács Marit, aki sajnos már nem él. Na, ugye? Azért nem volt rossz csaj. Ettől még van jobb kép egyébként. Igen. Már nagykorú voltam.
Ennek a fotónak mondtál egy érdekességet, ezt azért nyilván nem kész, tényleg nem készültünk a beszélgetésre, de hogy lapozgattuk a képeket, azért hozzáfűzött mindegyikhez egy-egy mondatot, és ez megragad bennem, hogy mi is ez a kép? Ez ifjabb Szabó Pista és Marika felesége, Benc úr fal van a műteremben. Sajnos mind a ketten már elmentek nagyon gyorsan egymás után, és hát Csongrádi Béla, meg a férjem uram, akivel ők kimentek, hogy majd írnak valamit Pistáról, amit éppen csinál, és a Béla kezében egy plakett van, és ez a plakett Zente Ferencet ábrázolta, és mostanában ugye kiadjuk, mint Zente díjat, mert Szabó Pista még élete vége felé azt mondta, hogy nektek adom. Na, tehát itt látható a Zente díj, és hát, akkor itt vannak a Petőfis évek. Ez a castingot követően, mert akkor nekem hatalmas nagy szerepem volt, egy olyan veretes darabban, aminek az volt a címe, hogy a bajnoknő férje, és akkor én nekem kellett így oda-vissza cigánykerekezni a színpadon, a tűzpiros dresszembe. Marha jól éreztem magam benne, de akkor megfogott nagyon a csapatmunka, az, hogy ott, hogy dolgoznak, és ott ragadtam. Jó, hát a Salgótarjáni viszonylatban nem akárkik játszottak. Hát ott nem. Ott nagyon nagy színészeket is adott az a csapat, meg hát ha itt végigmennek a kirakaton, láthatók a nevek is, hogy Ivony Pista, Tordai Zsuzsi, Csics Gyuri bácsi ott. Aki nem ismeri, Csics Gyuri bácsi ül középen, ugye? És akkor Szokács Laci haldoklik itt éppen, mint a tragédiában az egyik hős. Nagyon szerettem én ott lenni, és ők is szerettek engem, úgy vigyáztak rám. Azért nem volt már akkor meg ez, hogy acélgyár meg bánya, pedig itt ugye bányai lány lennék keményen, erősen, de sokáig tartottak a próbák, nagyon sokáig, hát felnőttek voltak, én voltam a legfiatalabb. És mindig akadt valaki, aki hazakísért, és így leadott. Hogy ne egyedül csámborokjam végig a félvárost. És akkor elkezdődtek, hogy kaptam szerepeket. Uh-huh. Ez volt az első. Nagyon érdekes, ugye a Petőfi jelenléte, a Zente is hivatkozik a Petőfire, hogy ezt a múltat próbálja vinni. Ugye Molnár Ernő is a Petőfiben kezdte bontogatni a szárnyait. Te is előfordultál. Én is előfordultam ott, tehát hogy van egy fajta... Hát jogutódjai lehetünk tulajdonképpen, és ezt Gálné Marika el is fogadja. Most kért elnézést tőlem az előbb nem a tudom. Ház előtt, hogy próbál szökni. Tehát lehet, hogy majd idővel ott a hátsó sorokban valahol megjelent. És puszil. Én is. Ezt mondta. Jó. Hát ez valami versmondás. Gimnázis. Ha lehet ilyet csinálni versmondás közben? Akkor lehetett. Akkor lehetett. Hát bármikor akkor... lehet, csak hogy lehet? Lehet, de most a versenyen így mondasz verset, akkor valószínűleg lepontoznak. Vagy megmondják, hogy ne keverd össze a színjátszást a versmondással. Főleg én szoktam mondani, de akkor volt ilyen. Nem felejtem el, amikor Győrbe voltunk Radnóti versenyen, és akkor döbbenten láttam, hogy az egyik ilyen alternatív fiú, fekete kabát, bőrkabát, csizma, meg bakancs, meg mit tudom én, és valamelyik háborús versét mondta, azt arra már nem emlékszem Radnótinak, és ott fölment a dobogóra, és ott ledobta magát, és elkezdett verset mondani. Hát én bennem az ütő megállt. Mert tényleg két műfaj. A pódium műfaj az megint más, meg megint más a színjáték. De mondod, hogy Győrbe voltál versenyen, de tudomásom szerint nem csak versenyen voltál Győrbe. Hát én éltem Győrbe. Mit kerestetek ott? Hát ez nem forintálisan. Nagyon keveset. Forintálisan nagyon keveset. A férjem uram itt megunta a Nógrád megyei, akkor nem is tudom, Nógrád volt, és oda hívták őt. És ő nagy vándor volt egész életében. Ő egy helyen megmaradni már csak az én kedvemért, meg a gyerek kedvéért tudott másodszorra, amikor ide került. És hát elköltöztünk Győrbe. Meg volt annak azért egy rossz dolgot is pletykálható? Akkor összeházasodtunk, és
és egy éves volt a gyerek. De mikor összeházasodtunk, akkor beadtuk a lakáskérelmünket úgy, ahogy kellett, a városi tanácshoz, hogy szeretnénk egy lakást Salgótarjánban, és az volt a válasz, hogy várjuk ki a sorunkat. És akkor bepöccentünk. Pedig sok embernek ki kellett várni a sorát. Igen, és én soha nem kaptam semmit anélkül, hogy megdolgoztam volna érte, de valahogy úgy éreztem, hogy ha én ennyit dolgozom a városban, és nem úgy, mint néha most, hogy mindenki nyújtja a markát, mert nagyon nagy dolog volt, hogyha egy versmondásért én egy doboz bombont kaptam. Soha pénzt, soha. Én a pénzt az esketéssel kerestem meg ahhoz, hogy tanulni tudjak. Azt megadták anyukámék, apám, anyám, de hogy nejlonharisnyám is legyen, ahhoz nekem eskednem kellett. Uh-huh. Az idősebbek, vagy az én korosztályom, mert ugye még csak most vagyok 42, Feri szerint, úgyhogy nincs idősebb korosztály, emlékszik erre, hogy én 16 éves koromban kaptam az első nejlonharisnyámat. És elmentünk Győrbe lakni. Ilyen nagy poén egy nejlonharisnyám? Egy kamasznak. Tényleg? Hát ne viccelj! Hát fehér bokazok, miben meg matróz blúzban jártunk egész idő alatt. És akkor még nem lehetett kimenni az utcára úgy, hogy a gimnázium egyensapkája nincs a fejeden. Úgy dugdostuk, hogy az őrület. Mennyi randevúrák! Fehér bokazok, miben meg egyensapkában. Na, szép világ! És akkor de tényleg szép világ volt. Kúrálok össze-vissza, nem de baj. Szóljanak, hogyha teljesen szétzuhantunk a történetben. És oda mentünk Győrbe, és ott kaptunk lakást, gyütmentként, és akkor nagyon sokáig ott dolgozott Laci a kis Alföldnél, és talán 10 éves volt a lányunk, mikor meg visszahívták ide. Aha. És visszajött. És a hazajáró visszajött. És az utoljáró, ha az visszajött. Azt akartam az előbb belevágni a kérdésbe, ha már a nejlonharisnya meg a randi szóba került, hogy az is sikeres voltál, hogy mondtad a verset, eskedtél, voltak pasik? Nem. Udvarló, semmi? Nem. Volt, persze, hát jártam fiú. Feri, hát hogyha nagyon magamban nézek, én egész diákkoromban két fiúval járt. Az nem egy nagy szám. Egyszerre? Nem. Betartva a rendet. Betartva nem tudom már mi a rend egyébként ma. Ma pont nem ez a rend. Nem ez volt az én életemnek a lényege, hanem az, hogy mindenhol ott legyek, hogy reggel már 7:30 edzésem voltam, és este még 8:30 csatogtam haza, és hát én most már felnőtt fejjel, de akkor is tudtam, hogy rettenetesen sokat köszönhetek a családomnak, rettenetesen sokat a két testvéremnek, akik ezt tűrték. Mert minden más rájuk szakadt. Tudnélik, 3 lány volt Kerneréknél, mint Csicsónénak 3 lánya, és nagy rend. Az én 1 méter 60 centis édesanyám kegyetlen nagy rendet tartott. Uh-huh. Nagyon nagy rend volt. Ott be volt osztva, kérem, hogy egyik héten az egyik lány konyhába segít, a másik héten a bevásárlásba, a harmadik héten a takarításba. És nem volt, semmi nem volt. Annak menni kellett. Kivéve, ha Edith föllép. Mert akkor vagy az Áginak, vagy a Zsuzsinak kellett megcsinálni mindent. Mert hogy anyácskánk is dolgozott. Tehát elég szigorúan, hogy is mondjam, hogy olyan nagyon nagy szeretve szigorúan voltak ők. Uh-huh. És ti is így neveltétek Editet? Igen. Kicsit már engedékenyebbek voltunk, inkább partnernek tekintettük őt. Így persze, nincs is itthon. Csodálom egyébként. Az apja vére. Csodálom egyébként Editet, mert most a nagy Editről beszélek, mert ugye a lánya Ausztriában él, és fogja magát, bepottam az autóba, és megy egyedül Ausztriában. Ha most már nem, már most legyünk őszinték, messzire költöztek, mert addig, amíg fürszünfeltben laktak, tényleg így. Mert pénteken 1 órakor beültem a kocsiba, este ott vacsoráztam.
hiányzott ez, a család. Ez akkor most nagyon messze lakik. Ez akkor is 5-600 kilométer, ez 5-6 óra, 7 óra vezetés. És ha 5 évvel ezelőtt még így volt, vagy 4 évvel ezelőtt, amikor 37 voltál, akkor is, azért ez nem akármilyen teljesítmény, ültem már mellette, nagyon jó vezet, úgyhogy nagyon-nagyon megnyugtatóan. Na, megyünk majd aztán valamelyre. Ez egy dráma, megint csak Somoskői Pista bácsi és Csics Gyuri bácsi. Nekem bácsik voltak, persze, mert ők már akkor is felnőttek voltak. Ez Camus-nek a Requiem egy apácáért című darabjába, és én voltam a fiatal asszony, aki valami módon bekeveredett egy rossz hírű házba, és ott egyszer csak elkezdte jól érezni magát. Na, de ez a komolyabb szerep. Ez nagy szerep volt, 3 felvonás. És díjat. És díjat is nyert bizonyára. Milyen díjat? Vasas Színjátó Fesztivál. Úgy van. Az előadás nyert nagy díjat? Az előadás. 66-ban itt a Józsiba. Igen. Most bocsánat, ezt meg kell tegyem. És mit nyertek? Volt még valami majd Tarjáni, aki nyert ott? Nem. Csak a Vasa... Tudtam, hogy nem emlékszik, de ezt meg kellett kérdeznem. Nyert a Kiviszi. Mert Béla meg mindenre emlékszik az évszámot. Azért mondom, azért, hogy nyert a Kiviszi, és én rendeztem ott egy előadást, és nyert a himnusz. Hát 66-ban nem? Hát ez 66-ban. Ez 66. Jó, csak hogy már... 66-ban volt, Jézus már. Jó. Azon a fesztivál. Nem, persze, hát a fesztiválok alatt. Tehát ez sok, pedig... Yeah. Sok Tarjáni nagy ügy volt egyébként ezeken a fesztiválokon, nagyon elismert együttes volt. Igen. Például ezzel is nyertünk egy ózdi fesztiválon. Tordai Zsuzsi szegény őse él már, ez pedig Ugó Bettinek a Bűntény a Kecskeszigeten, és mióta mondom, hogy adjuk el. Igen, hát megvan. De hát jó, akkor már most nem a kislány lennék, de van ott egy öreg asszony szerint. Hát, így megy ez egyébként, hogy mennek ezek a jelzések, hogy milyen szerepeket kéne osztani Editnek. Na jó, itt megszakítjuk egy picit a fotónézeket, és jegyezzétek meg, fiúk, hogy hol tartottunk. Hogy innen majd esetleg tovább fogunk lépni, mert szerintem még vannak jó képek. Viszont óhatatlan, mivel ennek a sorozatnak az a címe, hogy kedvenc színészeink, ma azért őszít, mert hogy az Ente Színház kezdetétől fogva színészként is erősíted az Ente csapatát, és én úgy gondolom, hogy a zentés időszakról majd mesélünk mindjárt, de nézzük meg, ha jól gondolom, hát most vagy az első, vagy a második zentés fellépésedet, majd te megmondod, hogy ez melyik volt, a Lilion Fit indítsuk el. A második. Második, mert a testőr volt az testőr első. Volt az első. Nagyon is lesz, szép jó napot! Gazdura megy szóra. Még kéne szomszédasszony. Ha csak nem adja Erzsikét az ön kedves szép fiamhoz. Ennek-e? Hát még jó, hogy nem. Még? Az különlegény az a pincé. Hát az igaz, hogy a gyükmenteket mindig jobban szereti. Szomszédasszony, mi dolga kennek a pincérre? Hát csak, hogy neki adja Erzsikét. Erzsikét? Pincérnek? Hát mi köze az én Erzsikének a pincére? Nem tudja. Ha. Mit? Hát csak úgy. Megértik egymást. Micsoda? Ha tudja, ott a kertben a pityókat ástam. 3 nagy kosárral is lett egyszerre. Egyszer csak a kakasom átszállt a kerítésen, azt akkor én meg átnéztem a lyukon. Hát azt, amit én láttam. No, szomszéd azt mondja, én csak azt mondom, hogy ha Erzsikémet hírbe keveri, hát én olyat teszek, hogy magam is megbánom. Csak nehogy magad keverje hírbe. No. Mert én nem szenvedhetem a pletykát. Azt tudom. Engem a jó erkölcs, meg a gazdura miranti barátság hajt. De mondjam, amit láttam, nem hunyhatok szemet, bár tehetném, bár. Jaj, mondja már. Én nem is tudom, még a mai napig is ég az orcám tüle. Ne mondja már. Ha mondja? Mondja. Hát azt hiszem, tudja, mikor a kakasom adszta? Na. Azt akkor meg én ott láttam a Gyuri pincér. Azt. Meg az Erzsiké. Azt. Azt megcsókoltak egymást. Lezer hordó és kulacs? Mégpedig kétszer. 2000 hordó és kulacs.
Erzsikém és Gyuri? Aha. Na, majd ennek én mindjárt jól utána nézek. No, hát akkor én meg már menek is, mert nagyon nem szeretem a pletykát. Isten, hagyja! Ez ugye, ez a jelenet mindig nekem azt jelentette, hogy körülbelül 40, nem tudom, 5-ször biztosan játszottuk a Lilionfit, tök jó ezt kimondani. És ez volt egy garantált tuti dolog. Tudtuk, hogy Edith bejön, elmondja a pityókát, meg a szakajtót, meg a nem tudom micsoda, és tuti taps. Tehát az előadás bárhogyan indult el, hogyha még aludt az első felvonás, ez a pillanat volt az, amikor a nézők felébredtek, és 100%-ig megérkeztek az előadásba. Én nem tudom, hányszor játszottuk, de az biztos, hogy én azt tudom, hogy ahányszor játszottuk, egyetlen egyszer nem volt nyílt színi tapsom. Az is szabad téren volt. El is voltál keseredve? El voltam kenődve, hogy valami romlott bennem. Igen, emlékszem. Beszélgettünk, igen. Hogy miért nem. Miért volt nem ilyen? Mit nem csináltam úgy? Nagyon szerettem ezt. Tessék? Hiányzott a beépített ember. Szóval, hogy... De ezek kicsi szerepek. Nincs kicsi szerep. Ez minden színész elmondja, hogy nincs kicsi szerep. Rossz színész van. Most jó, ezzel én nem azt akarom mondani, hogy én vagyok a világon a legjobb színész, mert tulajdonképpen én nem is vagyok színész. Hát nem tanultam, hát nem voltam egyetemista. Én hát tanárember vagyok. Nem kell szerintem az egyetemistának lenni, valaki színész. Hát persze, hogy nem, csak hát tanárnak se kell mindenkinek lenni, aki tanár akar lenni, vagy főiskolára, vagy egyetemre járt. De hát ott is voltak olyanok, óvónők is, tanárok is, akik nem jártak. Képesítés nélküli tanárok voltak, ezt ismeri mindenki. Hát én meg akkor így ilyeténformán képesítés nélküli színész vagyok, mert jó, nem jártam. Ezt be kéne akkor vezetni a izébe is szerintem, a tarifába, nem? Ez egy ilyen alacsonyabb kategória. No. Most akarok fizetésemelést kérni. Aha, jó, hogy milyen jó el van helyezve, nem? Van róla felvétel, vannak nézők. Na, de azt akartam én, hogy nem, nincs kis szerep. Te nem érezted azt, vagy nem érzed azt, hogy kicsik a terhek, amiket kapsz? Nem. Például, mert ugye kicsi volt a testőr, ezzel kezdődött, az is egy pici szerep volt, egyszer-kétszer kellett megjelenni. Kétszer jöttél négy be. Mondatom volt. Négy mondat, ez egy kicsit több volt, ebből csinált magának egyébként pár mondatot, azért beleírt. Ez meg egy kis játékot hozzá. Tehát, hogy ezek a pici szerepek, ez nem? Nem, amikor ezt itt először előadtuk, itt a Józsiba, akkor a Koltai Robi fölrohant a surranóból, és elkapott, és össze-vissza csókolt, és azt mondta, hogy ez akkora kabinet alakítás volt. Hazamentem, megnéztem, hogy mi az. Mert nem tudtam, hogy mit csináltam, hogy mi az, hogy egy ekkora színész, mint a Koltai Robi, egyszerűen leveszi előttem a kalapját. Nem, ez egy nagyon-nagyon jó szerep. Eszembe jutott a Kalsótoldról a szomszéd Mari néni, aki pont ugyanígy beszélt. Pont ugyanilyen volt. És akkor az életnék sodort az utatba legalább kettő ilyet a színháznál. Igen. Hát a nagy-nagy kedvenc az a Szentpéter esernyője. Szentpéter esernyője. Hát akkor nézzük. Az nem egy tudom, melyik, nem tudom, melyik részt választották a fiúk, mert ezt rábíztam az előadás technikusára. Biztos, hogy jót választott, mert ő nagyon jó. Hát, mindjárt meglátjuk. Hát ez... Mit az utolsó ítéletkor? A szemem majd kikáprázott a mennydörgéstől! Várjuk, uram, nem látott valakit a gyerek mellett? Csak az almákat láttam. Nem maga borította rá ezt az erdőt? Ezt a piros a te? Aha. De hogy én? Akkor kié lehet? Mutassa ki. Egy derusnya egy gyernyőmény. Ilyen senkinek nincsen Glogován. Mondjuk az is igaz, hogy Glogován senkinek sincsen erdőjé. Még ilyet? Én láttam. Igen? Mi? Azt nem tudom, kérem szépen, de láttam, azt mindent el tudok mondani Tövilőhegyire. No, akkor ezt az esernyőt ismeri-e Adamesné? Valaki ráborította a húgomra, hogy megnyázzon. Hát ismeri, nem ismerem. De láttam, amint egy nagy vörös gömb ereszkedett ala a megyek.
Ne bomoljon már, Adamecné! Hát, kavicsa változzak, ha nem igaz. Ma, hogy Szűz Mária maga engedte le ezt a szerszalmot a gyerek védelmét. Ostobaság ez, Adamecné! Pedig tényleg úgy volt tisztelendő, bácsi. Hát múlt nyáron még az ég is megnyílt az én anyámnak. Hát persze, azt láttam az angyalok seregét. No! Hallottam énekülni őket. Meg láttam, ahogy mennek ott abba a porcesszióba. Urunk Jézus Krisztus trónjához, aki ott fenn lakozik az égbe. De jaj, szerencsétlen fejem! Mi? Abba a porcesszióba, ott láttam az én harmadéve elhalt fiamat, a Ferkót. Azt emlékszel erre, Alonka? A gyógy gatyacskájában, meg abba a szép mellénykében. Jaj, az milyen gyönyörű mellény volt, ha látta volna, tisztelendő bácsi. Ilyen gyönyörű kék gombok voltak rajta. Az meg olyan napraforgó volt. Jaj, azt az a gyönyörű nagy gályát, de mi a Istenem! A hallgassanak már el! Az ember nem boldog úton útféren halottakba. Már pedig szóról szóra így volt, ahogy Adamecné mondja. Mert én is láttam. Maga aztán tanult, ember gongolj. Ha maga látta, biztos úgy volt, mi? Igen, láttam. Láttam. Mikor az a nagy vihar volt, egy ilyen vén zsidóforma ember cammogott a parókia felé. Azt annak a kezében ott volt ez a piros vászon tányér. Ugye, hogy ugye? Hát én is őt láttam. Ugyan már az előbb még Szűz Máriát látta. Hát mert hogy háttal állt nekem, no. De hát... Most már egészen biztosan tudom, emlékszek rám, hogy a kezibe egy ilyen malacfaroknyi kunykorodású bot volt. De csak a fogantyúját néztem. És ekkora kupasság volt a feje búbján, mint egy kantárkarika. Azt békákat köpjek, ha nem úgy nézett ki, mint a templomi képek között Szent Péter. Ja. Vigyázzon, Adamecné, ez Isten gyalázás. Teljesen olyan volt, mint a Szent Péter, már csak a kulcsok hiányoztak a kezéből. Milyen kulcsok? Aztán a privilég kutyától meg alcsapott egyenesen a stromokkal szavasi Lucernásába, ahova megszabadultak Radkék, Kajla, te ennek nem tud tudni meg. Azt fel akarta öklenni azt az öreg zsidót. Azt az öreg zsidó megfogta botjába, rávart a tehen fenekire, azt akkor a tehen meg lehetem kérdezni a Radkékat. Azóta 12 ice tejet, addig meg jó, ha négyet. És mindez fél óra alatt. Hát. És akkor az a szent megindult. Felfele a kitaposott gyalogösvényen a hegynek lehota irányába. Azt a feje fölött meg. Ott ragyogott az arany glória. A Szent Péter. Csoda. 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 Csoda történt Glogován. Milyen beszéd ez, emberek? Csoda! Meg Szent Péter! Jobb dolga is van annak, mint itt a bicskolni a sárban a világ végén. Hát azt ezt éppen maga mondja, tisztelem. Hát ma méneg jött volna le Szent Péter az égből. Méne, ha hát eleget kóricalt itt Jézus urunkkal. No, azt ami egyszer megtörtént, az méne történhetne meg újra, nem? A mennybéli úristen mindenkire gondol. Azt, hogyha ő úgy akarja, hogy leküldi ezt az ernyőt, hogy a tisztelendő úr hugocskája meg ne azon, hát méne ugrasztotta volna le Szent Péter. Miféle hugocska? Az én hugom! Veronka Béji, Veronka Róra van szó. Ja, Istenem, egy kis baba! Jaj, hogy ragyog a szemecské! Na már hogy ne ragyogna, mikor Szent Péter védelme alatta? Bogyala, bogyala! Jaj, hagyja már! Tej kéne neki. Milyen tej? Húsféle kell neki. Gongolj, uram! Hát meg legfőképpen egy kis rétli. Na gyere, Lonka, megkeressük a fehér kendőt. Jó, megyek maga. Oh. Szóval szereted ezt? Ezt imádom. Nem fáradok el. Nem fáradok el benne. Úgy élvezem, hogy ez csoda, mert ez az itteni föld. Jó, hát tótok, tudod, azért egy kicsit messzebb is, de gyönyörűk a ruhák például. Ez az egyetlen ruha, amiben úgy érzem magam, mintha én vásároltam volna. Nagyon szép. A többi ruhával voltak gondjaim mindig, de én elég alázatos vagyok, hogy amit rám adnak, abba vagyok. Soha nem szóltam még. Talán egyszer mostanában szóltam a Palos Nellinek, hogy foglalkozz már belem is egy kicsikét. Ne onnan keresgéljünk, amiben nem érzem jól magam. De ez fantasztikus. Egyébként is palóc vagyok.
Úgyhogy nagyon mixált a kedvenceim egyike. Ezért nagyon hálás vagyok. Nem tudom, hogy ki osztotta ki nekem. Te voltál az? Hát, mert öregasszony, meg palócozni is tud. Ja, de nagy szája ezt, van. És nagy szája van. Ezt köszönöm. Hát nyilván sokat nem kellett rajta gondolkodni, akárki is osztotta, mert végülis ez is közel 40 előadást ért már meg ez az előadás, és remélem, hogy még van jövője. És hát tényleg öröm hallani a tarjáni szívemnek, meg különösen, hogy amikor az előadás tapsrendje épül föl, és úgy van megcsinálva a történet, hogy nem Edit az utolsó. Tehát van még két ember talán, vagy három, aki még jön meghajolni, tehát kvázi főbb szerep van. És egyszerűen szét esik a nézőtér. Mindegy, hogy fiatalok, ha fiatalok ülnek, akkor sikongatnak, fütyülnek, éjjeneznek. Tehát egyszerűen széthullik a nézőtér. A felnőtteknél is egyszerűen ilyen háromszorosára emelkedik a taps, ez szépen visszakúszik, és aztán általában az egész színpad szokott tapsolni, amikor aztán a következő alkalommal Edit megy ki. Nem is nagyon értettem az elején, mert ugye bevallok itt mindenkinek valamit, hogy amikor az Ente elkezdett profivá válni, és jöttek ide a jobbnál jobb pesti színészek, akkor én bennem azért működött az, hogy húha, próbákon néztem őket, irigyeltem őket, egyetemen tanulták, tudom én, hogy nem lehet megtanulni mindent, de ezek, akik ide jártak, ezek tudták a mesterséget is. És én tátott szájjal néztem. És bennem volt ez a kisebbségi érzés, amit nehéz elhinni, de van bennem. Nagyon nagy kisebbségi érzés van bennem, elég nehéz néha legyűrni, és akkor féltem. És mindenki akart nekem tanácsot adni, és ez még rosszabb volt. Egyik ezt mondta, másik azt mondta, és akkor azt mondta, hagyjatok békén, majd én valahogy kitalálok magamnak. És hát persze, hogy jó siker volt. Mikor itt először bemutattuk, és tombolt, tényleg vastapsot kaptam, mikor kimentem meghajolni, akkor mondták, hogy hát persze, hát szülőfaluja. Mindenki ismeri Editet, azért tapsolnak annyira. Jó. Elmentünk Losoncra, ott ugyanez volt. Azt kérdezte Albert Peti, akivel nagyon jó barátok vagyunk, de kegyetlen humora van, hogy itt is vannak tanítványait? Mondtam, van Peti, van. De amikor már ki tudja, hova mentünk a Dunántúlra, ahol azt se tudtam, hogy hol vagyunk, mert ugye mindenki azt mondja, jaj, de jó, körbeutazzátok az országot, mennyit láttok, hát én semmit, kérem szépen. Megáll a busz, bemegyek a színházba, megcsinálom, amit kell, lesvinkelek, visszaöltözöm, be a buszba, jövünk haza. Tehát ott nincs nekem városnézés. Én ha beértem a színházba, onnantól ott vagyok. Tehát ezt úgy tessenek érteni ezt a dolgot, amit most az Edit elmondott, hogy beül 11 órakor a buszba, 4 óra múlva kiszáll, mondjuk Sárváron, besminkel, esetleg próbálunk egy picit, lenyomja az előadást 10-ig, majd beül a buszba, és 2:30-kor hajnalban megérkezik Salgótarjába. Igen. Ez a penzum. Kemény. Kemény, de nagyon jó. Én nagyon szeretem csinálni. És akkor ott ugyanilyen nagy siker volt. Hát igen, mindenhol. Még Albert Peti szülővárosában. Pest. Mindegy, csak most próbáltam itt. Pest, de ott is siker volt. Ezt én nem magamnak vindikálom ezt a jogot, hanem az alaknak. És nagyon jól van megírva ez az alak. Meg a palócnak, meg annak az egész gondolkodásmódnak, ahogy a palóc öregasszonyoknak a firnájszossága. A Mari néni Alsótoldon egy évig hordatta velem a gyógyszereit, hogy jaj, édesfiam, hát ilyen öregem ma, hova megyek? És én hoztam, minden hétvégén hoztam neki a gyógyszereit. Egyszer még mamuszt is hoztam neki Losoncról, mert akkor még csak ott lehetett kapni. És akkor jött a fizetség, na gyere fiam, itt egy vödör, azt a lehullott körtét mind összeszedheted.
ez volt a fizetség. Ez a palóc gondolkodás, hogy nem sértődök meg rá, meg nem mondtam neki, hogy ugyan Mari néni hagyjon már békén. Jót nevettem, és azt mondtam, a palóc öregasszonyoknak, de a fiatalokban is van ilyen, de a falusi öregasszonyok azok nagyon a szívem csücskei. Egy olyan forgás van az agyukban, amit egy városi ember el se tud képzelni. Közben nem hívást nézek, csak nézem, hogy körülbelül hol tartunk, hogy ne nagyon szaladjunk el a történettel. Még egy videóbejátszót tegyünk be, az Oklahomát. Bocsánat, én nem akartam hallgatózni, csak lefagytam. Van egy szál cigit? Nincs, már leszoktam. Én is, de olyan jó volt kimondani. De Barbara, ma a vacsoránál arra gondoltam, hogy azon a borzalmas vacsorán úgy tűnt nekem, mintha lenne valami kicsi Charles és Ivy között. Szerinted? Én nem is tudom, hogy mit mondja. Van vagy nincs? Igen, van. Oké, szó se lehet róla. De ez nehéz ügy. Tudod, Ivy és kicsi Charles mindig a saját feje után. Barbara. Hát tudom, hogy unok a testvérek, de nem. Az igazság, hogy szerelmesek egymásba. Halálosan. Vagy legalábbis azt hiszik. Tehát végül is ez ugyanaz, nem? Nem unok a testvérek. Ja, és rettegnek tőled, meg anyámtól. Nem unok a testvérek. Figyelj, tudom, hogy unok a testvérek, és tudom, hogy ez manapság, ez már nem annyira szabad. Nem unok a testvérek. Hogy van? Kicsi Charles, neked nem unok a testvéred, hanem a vér szerinti testvéred. Nem unok a testvéred, hanem a vér szerinti testvéred, a féltestvéred. Ő az apád fia. Kicsi Charles és Ivy testvérek. Érted már? Nem, ez lehet. Menjetek vissza a konyhába, mindenki maradjon a konyhába, világos! Ez lehetetlen. Úristen, biztos vagy benne? Biztos. Te is, apa? Igen. És ki tud még erről? Hát én, meg most már te. Jézusom! Charlie, nem gyanakszik? Sose beszéltünk róla. Apa tudta? Úristen! Nem vagyok rá büszke. Úristen! Sírba visz ez a család. Elképesztőek vagytok. Nem értem, részeg voltál, vagy esetleg egy ilyen... Nem. Nem voltam részeg. Látom, nem hiszel nekem. Nem ismersz engem. Te csak az öreg kövér Mettifét ismered. De én más vagyok. Bennem több van. Évekkel ezelőtt elkövettem egy hibát. Oké. De megbűnhődtem érte, és a bűn elévült. Ha Ivy meg tudja, beleül. Hát én nem mondom el neki. Találj ki valamit, hogy befejezzék. Neked kell befejezned. Miért nekem? Hát te mondtad, hogy átvetted az irányítást. Csak hogy mielőtt bármit mondasz, csak azt akarom hozzátenni, hogy egy ilyen teremben, ahol beszélgetünk, ahol egyébként molyolgat mindenki, úgy hallgatja a beszélgetést és kényelmesen jól érzi magát, egy ilyen szituáció, olyan csendet csinált, és olyan feszültséget teremtett, hogy ennyit akartam mondani. Nehéz veled. Ez egy nagyon-nagyon jó darab. És nagyon örültem neki, amikor megkaptam ezt a Mettifét. Ez a főszereplő hölgynek a testvére, és hát egy kicsit ez ilyen össze-vissza család, de nagyon jó dráma. És van benne egy picike kis fekete humor is.
És megint ugyanaz jött, hogy én azt még nem mondtam, hogy én nem szeretek próbálni. Tehát eljárok próbára, meg tanulok is ott, meg mindent, meg készülök is ott, de én magamban úgy kialakítom, hogy körülbelül ez milyen alak. És aztán a rendezőtől azt várom, hogy vagy letol érte, vagy megdicsér érte, vagy azt mondja, hogy na ezt most már változtasd meg, és csináld ezt inkább így, próbáljuk ki úgy. És eljött az a pillanat, hogy jöttek megint ezek a nagyon, tényleg nagyon tehetséges színésznők, akiket én ájulásig tudok tisztelni. A Vándor Évit, Kovács Vanda, Bozó Andi, hát az egyik kedvencem. És akkor ott volt az Albert Peti is, ott volt a Jakab Csaba is, meg hát a többiek, ugye, Krisztián, Máté Krisztián is. És ment a próba, és azt vettem észre, hogy én rám nem jut idő. Nincs idő rám. Senki sem mond nekem semmit. Feri szegény, a cigaretta szünettől kezdve mindig vagy az Éva lógott a nyakán, vagy a Bozó Andi lógott a nyakán, vagy a Kovács Vandával vívtál valamit. Én meg ugye csak ott ültem, vagy álltam, és egyszerűen nem jutott rám idő. Ők lefoglalták. Olyan kisugárzása van ennek a csapatnőnek, hogy lefoglalták az összes energiát a próba alatt. És a te figyelmedet is lefoglalták. És ha jól emlékszem, akkor egy héttel a premierrel, ja, és hát aztán volt még egy, tudni kell, hogy a színésznők nagyon érdekes állatfaj. Mindannyian nagyon-nagyon jó barátok vagyunk. Csuda jó barátok. Puszi, puszi. Jaj, de csinos vagy, drágám. Nagyon jó a hajad. Érdekes, hogy ezt a frizurát, amit most látnak rajtam, ennek a darabnak a kedvéért csináltattam. Tehát levágattam a hosszú hajamat. És az meg még érdekesebb, hogy megkértem a lányomat, hogy küldje át a fényképét, és pont ugyanolyanra vágattam le. Úgyhogy most, hogyha a két Edit egymás mellett van, csak a ráncaim mutatják, hogy talán én vagyok a mama. Szóval nagyon kedvesek vagyunk egymáshoz. Érdekes, hogy a férfi színészek nem ennyire. Ők is egy kicsikét, de ők egy kicsit távolságtartók. De hát a Jakab Csaba az egy bűbáj. Mikor én ott csámpáskodok, téblábolok, nem találom a helyem, és akkor volt az, hogy a szemem műtét előtt állt, nem láttam rendesen, és szegény Albert Petinek azért vittem a darab bemutatója után egy fél liter pálinkát, mert ilyen vakvezető kutyaként működött mellettem, hogy fogta a kezem, és a sötétbe vitt mindenfelé. Szóval nagyon sokat killódtam én azokon a próbákon. Már azon gondolkodtam, hogy ki kéne betegedni belőle valami módon. Nem tudom, hogy miért. Pedig már megvolt, hogy majd utána műtik a szemem, meg minden el volt intézve. És végül is megtanultam a szöveget, és tudom, a mai napig tudom fejből az egészet, nem kell, hát át kell néznem, de tudom a szöveget. De mindenki megint az volt, hogy jaj, Edith, mindig megakasztom a próbát. Én akasztom meg a próbát? Állandóan nekik volt bajuk. Valami bajuk mindig volt. Most ez nem jó, most az nem jó. Én meg csak ott tettem a dolgomat. Mint egy jó kis segédmunkás. És egyszer az Évi, a Vándor Évi, aki tényleg nagyon aranyos, és a darabban, a nyakamban van egy, teljes feketében vagyok, és van egy piros lánc, amit ő fűzött két kezével, mert szokás a színházban, hogy premier ajándékot adunk egymásnak. És Évi egyszer csak türelmetlenebb volt, és megszólalt egy oszlop mögül, nézte, hogy mit csámpáskodok, és azt mondja nekem, hogy Edith, hát te nem tudsz beszélni. Na, ez berakta a kiskaput. Na most megfogjam, nézze meg a képet, mi legyen, hát ez egy nagy művész, Jászai díjas, ilyen az Zente díjas, mindenféle díjas. És mondtam neki, te Évi, tudod, azért tanítom. És akkor lejöttem Ferihez, és mondtam neki, öreg, én ezt nem csinálom. Egy hét lesz, volt a premierig, lesáppadt,
hétrét görnyet, mert ugye le kell hozzám hajolni, és így megfogta a válasz. Ne törődj senkivel, tartsd ki, jó leszel, meglátod. És azért maradtam. Hát, hogy aztán most jó vagyok-e, vagy nem, megteszem, amit lehet. Szerintem is jó. Nyilván ezek nagy küzdelmek. Nagy küzdelmek. Nagy küzdelmek, ezzel mindannyian vívunk, amikor egy-egy ilyen közegben próbálunk menni, mert ugye most hirtelen arról kezdenénk el beszélgetni, hogy még két-három embert felültetnénk ide a székre, és azt mondanám, hogy na hittétek volna pont-pont-pont meg, hogy lesz színház sorgotanél? Persze. De könnyebb dolgom lenne, megint csak visszatérek a kis hitűségemhez, hogyha én is elkezdhetném mondani, hogy ennek az osztályába jártam, annak az osztályába jártam, ezzel jártam egy osztályba, ó, a mesterem, hogy én mennyit tanultam tőle, én az élettől tanultam. Nem volt, akitől tanuljak. Verset mondani se tanultam senkitől. Anyámtól tanultam először verset mondani. Mert a, már elmondtam sok helyen, a családi legendárium szerint én körülbelül 5 éves voltam, amikor óvodás, amikor kaptam egy verset, de hát olvasni meg még nem tudtam. Hazavittem, és anyácskám előolvasott. Én meg ugye jófejű gyerek lévén gyorsan megtanultam. Elküldtek a megyetanácsra, ott volt májusban valami, mit tudom én milyen gyűlés, pesti vendégekkel, szépen kiöltözve, kézzel hímzett fehér kötényke, olyan oroszos, emlékeznek még arra, kis melkassal, oroszos kis kötényke, lepkékkel, ibolyákkal, mindennel. És akkor én kiálltam és elkezdtem mondani a verset. Egyszer csak valaki hátulról megszólalt, hogy nem látjuk. Erre az elnök, nem tudom a nevét, de utána lehet nézni, az országos béketanács elnöke is, és az értekezlet elnöke így lenyúlt, így megfogott, fölrakott az asztal közepén. Az volt az első színpadom. Én azóta le nem jöttem onnan. Most, ha jól meggondolom, a számokkal bajba vagyok, de úgy végig gondolom, hát akkor már nem sokára ennek nagyon sok hatalmas nagy kerekévfordulója lesz. De ezt csak azért mondom el, hogy én magamtól tanultam, meg a társaktól tanultam. Meg persze Lacitól nagyon sokat, a férjemtől nagyon sokat tanultam. Mert ő nagyon értett a színházhoz, a művészetekhez. Sokszor veszekedtünk, versmondásnál is sokszor veszekedtünk, de annyit soha, mint mikor a drámáját előadta. Annyit soha. Soha nem volt elégedett, soha. Mindig azt mondtam neki, maradj kint, menj ki. Ez már az enyém, már neked semmi között hozza. Úgyhogy ezért vannak ezek a harcok bennem, hogy jó lesz, nem lesz jó. És ezért szeretem ezeket a kicsiket is, mert amit én megtanultam, mesterségbeli dolgokat, összelopkodtam, meg kitaláltam, azok ebbe így zsúfolva úgy benne vannak. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Érintőlegesen vissza tudunk ugrani a képekre, ahol abba hagytuk? Már csak azért, hogy ne maradjon ki egy kép se, gyorsan így, ha megy itt a hátunk mögött, az sem probléma. De ugye beszéltél most a Laci darabjáról. Uh-huh. Ugye, ami készült sokáig, volt ilyen-olyan felolvasás. Hát volt persze, két monodráma dolgok. Ez. Uh-huh. Két monodráma. Az egyik Fráter Erzsikéről, a másik Majtényi Annáról. Fráter Erzsikéről ugye, na abba majd belemegyünk. Ez Szőke Laci, Isten nyugosztalja. Ez a Petőfi színjátok, és a másik képen, amit nem tudom, hogy beszkeneltetek-e, Inke László áll mellett. Azt nem szkeneltük, nem találtam fontosnak, hogy Inke László áll a színpadon. A magyar kocsi. Már nem találtam meg azt a fényképet, amikor mellettem áll a színpadon. De a nagyobb baj az, hogy én se találom. De egyébként az én hibám, mert nekem adta ajándékba, rájöttem, de nem tudom, hogy hol van. Majd Jankának szólok. Igen, lehet, hogy ő tudja. Ahol focistákat, angol focistákat alakítottunk. Mert mi is találkoztunk, amikor én még pici gyerek voltam, akkor Edittel és Lacival nyilván összehozott a sors a Petőfi kapcsán, a Kiviszi kapcsán, Városmozgató játék. Akkor voltak ezek a, tényleg évente emlékeznek még rá, a szilveszter előtt, az újságban mentek a rejtvények, lehetett nyomozni, és akkor
nagy szilveszteri gála műsor, amit itt a helyiek csináltak, és mindig jött egy nagy sztárvendég, többek között talán egyszer Zente is. Zente is itt volt. Volt sztárvendég, és ekkor volt az Inkei. Egy szamárral hoztuk be őt a színpadra. És én is részt voltam. Nincs szamár is. Voltam jó. Ezeknek, és többször a találkoztunk így az élet valahol. De hogyne? Valahol keresztül, mert lépjünk közbe a fényképpel, mert... Hát ez a vit. Na, tehát azért jó csaj, tényleg visszatérve nagyon jó csaj volt. Gyönyörű, szép nő, nem mint hogyha most nem lenne az. Most egy érett. Jól van, akkor nem most kérek még fizetésemelést, jó? Ez ugye egy salgótarjáni kísérlet, a Skoda Robi féle külön óra. Lónai Róbert. De ennek a színlapján még úgy szerepelt a Skoda Robi. Skoda. Alakítottunk egy csoportot, mert színháznak hívták. Mennyi csoportot alapítottatok most, hogy ezzel kapcsolatban? Volt a MERT, volt fönn a főiskolán. Főiskolán az aula színpad, volt egy Radnóti versmondó körünk, a Vertix színpad stúdió, és hát a Zente, ugye, ami abból jött. Ez nem olyan rossz. Nem. Hát. Városi ünnepségek elengedhetetlen résztvevője gyakorlatilag leltárban van véve. Tehát ha van valami, akkor Edith valahol biztos ott van. Már most van, aki helyettem is. Igen. Na, ez érdekes. Igen. Felismerik az embert? Ne, Béla, te lesz olyan. Jó. Felismeri? Nagyon jó a megközelítés, mert tényleg hasonlít rá. Elmondom, hogy ki ez az ember. Kicsit nagyképűsködök, ma beszéltem vele telefonon. Úgy hívják őt, hogy Verebes István. És aki fényképezte ezt az egészet, azt meg úgy hívják, hogy Kern András. Na. Szóval igen. Időben elkezdte azért a tanulást a... Ja, a ki mit tud. Ki mit tud. Igen. Tévéről fényképezték. Ez megint valami konferálás. Igen, és visszatértünk az elejére. Na, hát ezek voltak a képek, és akkor az egy kicsit komolyabb etapot még szálljunk arra, hogy volt... Volt akkor ez a Fráter Erzsi, meg Majtényi, tehát ez a madács, ami a családotokra valamilyen szinten azért ott rányomta a bélyegét. Ott megjelent. Szép csendesen. Tudni kell hozzá, hogy amikor Laci először ide került Nógrádba, Tépataki, akkor leszállt a buszról, ő mondta, mesélte, leszállt a buszról, és két néni beszélgetett, és azt hitte, hogy franciául beszélnek, mert hogy palócoztak. De nálánál nagyobb palócot a föld a hátán nem hordott, mire szegény átköltözött az égi színházakba. És én akkor diplomáztam az Egri Ho Si Minh főiskolán, ami most már Eszterházi főiskola, és hát kellett szakdolgozatot írni. És azt mondja az én rettenetes okos uram, hogy de figyelj már, Balassagyarmaton ott lakik egy Szabó Károly nevezetű püspök. Nem Károly. József. Szabó József, köszönöm Béla. Egy Szabó Károly költő. Egy Szabó József nevű püspök. Aki madácsgyűjtő. Menjünk el hozzá. És elmentünk oda. És hát Laci írt róla valami cikket, valami reklamálás volt, nem tudom, el tudnám mondani, de az sokkal hosszabb lenne. És megkértük a püspök urat, hogy miután bemutatta a gyűjteményét, hogy hadd írjak én ebből szakdolgozatot. Ez teljesen boldog volt, úgyhogy én több hétig oda jártam át Balassagyarmatra, ittam a csokoládé és kávékat, a felesége, amit főzött, és jegyzeteltem magnóval, kézzel, mindennel. Képeket kaptam tőle. Laci végig ott ült. Rosszul mondom. Én ültem, jegyzeteltem, ő meg beszélt. Mert őt ez úgy megragadta, ez az egész madács, Fráter Erzsi dolog, és különösen a püspök úrnak egy mondata, hogy hát ezt a Fráter Erzsi dolgot is meg kéne nézni, mert nem egészen úgy van, ahogy írják. Hát és aztán ez Tépatakinak elég volt. Belekapaszkodott és nekiállt. És onnantól kezdve az egész életünk ezzel telt. Olyannyira, hogy elmentünk biciklivel
Nagyváradra, hogy ellopjuk Fráter Erzsi csontjait. Komolyan mondom, két biciklivel, táskákkal, lapáttal, ásóval, mit tudom én miben. Kiássuk és elhozzuk, mire a Magyar Tudományos Akadémia magához tér, addigra már csesztvél lesz a csont. És akkor ott megismerkedtünk egy Tenfli József nevű püspök úrral, aki szerencsére mielőttünk már exhumáltatta ezt a sírt, és fölszedte Erzsike csontjait, és a váradolaszi templomnak a mélyére szépen behelyezte megfelelő méltó környezetbe, és onnantól kezdve még a püspök úrral is nagyon jóba lettünk, többször is elmentünk hozzá. Közben aztán a kutatások azt mutatták, hogy igaza volt a Szabó püspök úrnak, mert nem egészen úgy van a dolog, ahogy itt a Nagy Tudós Akadémia leírta. Mármint, hogy Fráter Erzsi ledér, könnyű vérű nő volt, és az osztrák kapitányokkal flörtölt, meg táncolgatott, amíg Madácsot bezárták a vízivárosi börtönbe, és ott jó meg is verték, meg is botozták. És na, szó, Laci kinyomozta, de még Győrbe is visszamentünk érte, emiatt, hogy megkérdezzünk egy pszichológia professzort, hogy ez hogy lehetett. Kiderült, hogy beteg volt Fráter Erzsi, agylágyulást kapott. Hát én nem vagyok orvos, a pszichológus azt mondta, hogy ez többféle betegségtől kaphatta ezt, de semmiképpen sem ő rajta múlt, hogy ezt megkapta, ezt a betegséget. Tehát ez persze nyilvánvaló volt. Összegyűjtötte Laci a kutatásait, veszekedett, vitatkozott írásban, szóban, tévében, rádióban, mindenkivel, és egyszer én a főiskola aula csoportjával elmentem Győrbe balettot nézni, a győri balettet. Ő meg itthon maradt, ő most nem jön. Elmentünk Editkével, meg a fiatalokkal, mire éjjel kettőre hazaértünk. Az én férjem uram azt mondja, na jól van, Edit, hadd feküdjön le, te meg gyere. Bekapcsolt egy magnót, és ezt a Lidérc Láng nevű, vagy című drámát rávinnyogta a magnó kazettára, férfi hangon. És én paf lettem, teljesen kész lettem tőle. Amit kutatott, mindent fölhasznált belőle. Bebizonyította emberi dolgokkal, szituációkkal, pszichés kifejezésekkel, hogy egy női lélek hogy tud beteg lenni ilyen körülmények között, ahogy Fráter Erzsi élt. És hát ez volt a Lidérc Láng. Akkor fogtam a konyhába az asztal meg a hokedli közé tettem egy söprűnyelet, arra ráraktam, rácsiptettem papírokat, meg mindent, és én leírtam ezt a kazettát, kézzel gyorsan leírtam, és Laci a kazettát elégette. Mert azt mondta, hogy ha ezt valaki meghallja, ő Lipót mezőről soha nem jön ki. Bezárják. És aztán az én írásomról pedig legépeltem. Ja, a sikítozés gépírónő típusát ismerik, ugye, hogy örömébe sikít, ha megtalál egy betűt. Sokáig, egy nyáron keresztül írtam. És addigra én körülbelül meg is tanultam, ugye, mert ment. És legelőször a losonciak fedezték föl, és losoncon olvastam föl először. Aztán utána több helyen, akkor Gyarmaton elnevezték a lánykollégiumot Fráter Erzsiről, akkor ott előadtam. De nekem, itt a fiataloknak már elmeséltem, bocsánat, hogy ők másodszor hallják, nekem a legnagyobb élményem ezzel az volt, hogy Tenfli József püspök úr, ez a Ceausescu éra még, visszaadta az útlevelét, hogy ő nem megy, ő neki ne csinálja, ne, ő vele ne tegyenek kegyet, ne szolgáltassák, hogy ki engedik Magyarországra, nem jön. És nem jött.
És aztán egyszer volt csesztvén egy évfordulós valami, mi kiköltöztünk ketten Lacival oda a csesztvei kúriába. Aki járt már ott, az tudja, a borospincébe úgy lefele kell menni, jó kis meredek, sok lépcső, picike kis színpad, és ott Laci megrendezte élőbe ezt, hát, hogy a monodráma színre kerüljön. Anyám meg a húgom várt nekem hozzá ruhát, zsákból. Tehát ilyen zsák ruhába voltam, mezítláb, kértünk nagy gyertyát a plébánoséktól, a lányomat beültettem a sarokba súgónak, ami aztán abszolút fölösleges volt, mert a felénél elment az áram. Tehát nem láttam semmit. És fejből, emlékezetből végig kellett játszanom. Visszajött az áram, nem tartott sokáig, 3-4 percig. És van ebben a drámában egy olyan rész, amikor Erzsike így hangzik, hogy én nem vágytam soha nagyságra, csak boldogságra. Boldog szerettem volna lenni mindig, de nekem soha nem volt semmim, nem volt jó ruhám, szép cipőm, nekem ékszereim se voltak, nekem azt is meg kellett mutatni, hogy kell késsel, villával lenni. És ez alatt a szöveg alatt, és ez még megy tovább, én elindultam a lépcső felé, ahol ültek, a lépcső két oldalán ültek a nézők. És hogy megyek, és így mutatom, és könyörgök, egyszer csak ott ül a Tenfliuska. Elkésett, és már csak a lépcső tetején jutott neki hely. És a nagyváradi püspök a lépcső tetején ülve nézte végig. És ezért, hogy ezt megnézhesse, kért útlevelet. Hát, nem hiszem, hogy nagyobb öröm lenne. Meg aztán persze most, hogy az Entével előadtuk. De még mielőtt, hogy az Entével előadtuk, ugye ez volt a Fráter Erzsi. Igen. Ez van egy más. Megírta Majtényi Annát is, mert addig nyaggattam őt, hogy csináld már meg az öreg asszonyt is, mert akkor lesz érthető az ellenpólus, a fiatal Erzsike, meg ez a nagyon szigorú, nagyon kegyetlen, az élet által igen-igen nehéz helyzetbe hozott öreg asszony. De a harmadikat is meg akarta ő írni, a triptihont akart belőle csinálni, Aladárt, Madács unokáját, csak nem volt ideje már rá, a betegség, meg aztán a halál. És akkor, amikor az Ente úgy döntött, hogy na hát akkor csináljuk már ezt meg. Ugye én nagyon sokáig voltam Fráter Erzsi. Csak hogy az évek ugye elmentek, egy-két hét év, hónap elszaladt, és már az nem lehettem. Ezt be kellett látni, jöttek az öregasszony szerepek, és akkor én lettem a Martényi Anna. És Müller Zsófi lett a Fráter Erzsi. Az mit szóltál, mint ugye Sándor Zoli kitalált ezzel a két monodrámával? Az zseniális volt. Hogy ez nem két egymást követő dolog, hanem gyakorlatilag... Ja, ez zseniális volt. És Sándor Zoli találta ezt ki, és őnek rengeteg munkája volt benne, de a Horváth Esztert is meg kell említenünk, a kis tanítványt, akit én verset mondani tanítottam sokáig, és jelenleg Amsterdamban filmrendező, vagy mi a csoda, az Eszter, hogy sokat dolgoztak ezen a darabon, összefésülték, tehát a kettőt így összecsúsztották. És hogyha eljönnek 24-én ide a szalomba, akkor felolvasó színházba megcsináljuk még egyszer, tehát mozgás, kevés mozgással felolvasó színháznak. Így aztán egyszerre volt a két nő a színpadon. Fantasztikus. No, ebből egy pici részletet nézzünk meg, és akkor még tudunk is beszélni róla. Az orvosok azt mondja, betegsége az ördög találmánya, és valamelyik madács ős bűne van benne. Jólámban semmi örömöm. Polgáremberhez került, alig látom. Maradt nekem Aladár, akiben még hinni tudtam, hogy volt értelme mindennek, a jónak, a rossznak. Tántor félelem. Ezt nem ismerem. Ezt nem mondta a páter. Nekem nincs félnivalóm. Ember nem lehet én nekem bírám.
Én az Úr útját járom. Minden lépésemmel, minden cselekedetemmel. Ez a fejfájás. Aqua Marina, a szent víz. Megsegít. A páter ajándéka. Talán van még néhány csepp belőle. A fejem itt örökké fájdalmasan fáj. Nem élhetek nélküle. Nem alhatok. A megírával való harc elveszi az erőmet. A falakból is minden önben Imre sóhajt. Csöndesen megy, ahogy él. Igazán egyszer ment elent mondani nekem, amikor kikényszerítette a házasságát. De nem adtam volna, ha nincs az Aristáni nagybácsi. Látod, édes kisfiam, ő a háttérből lehetett volna patronusod. Hiszen tudod, Szent Ignác is azt mondja, a cél a szent, nem az eszköz. Eszköz voltál, fiam. Eszköz voltál te is, Frater Erzsi. Te álmok bosszú angyal. Eszköz voltál te is, Frater Pál. Haladás szemében előre támadó tűz volt. Mint az anyjáiban, Erzsiében, hogy előle láttam, még mielőtt megszólalnék, ő már tudja, hogy mit fog válaszolni. Átkozott, emésztő tűz volt az is, amit Aladár szemében láttam felvillani. És most minden kezdődik előről. A rossz lánnyal, a rossz házassággal, távol kerülve mindentől, a karriertől, mindentől, amiért a madácsházban küzdöttem. Minden újra, és ugyanúgy, ahogy az apjával, emlékeztetett. Hát ugye ez egy nagyon pici rész, nyilván érezhető volt, hogy a két történet egymás mellett fut a színpadon. Milyen volt a próba folyamat? Ennek? Hát ott egy kicsit másképp éreztem magam, mert ott magának a két alaknak a megformálásában, a történetében, a hátterében úgy gondoltam, hogy én sokat tudok. Mert kiártam a Tépataki Egyetemet ebbe a témába. Tehát, hogyha valami olyan volt, hogy bizonytalan, akkor tudtam szólni, hogy ezt ne. Ilyen, ez ne, ha lehet ne. De nem kellett nagyon szólni, mert ott akkor ketten rendeztetek, ugye, a Máté Krisztián meg te, és nagyon jól csináltátok. Krisztián is megpróbált az elején, azt mondta nekem, mikor elkezdtem beszélni, hogy hát emberi hangon beszélj. Emberi hangon. Krisz, hát miket beszélsz? Hát azt mondja, így beszélj. Így, a színpadon. Hát én úgy tanultam, hogy a színpadon színpadi hangon beszélünk. Amikor a Fenyő Iván itt volt, és nagyon-nagyon szimpatikus volt, és nagyon érdeklődve hallgattam, de egy kicsit meg is sértődtem a színpadi színészek miatt. Mert Ivánnak könnyű azt mondani, illetve nem, hát ez rossz mondat volt. Ez az ő véleménye, hogy filmszínésznek emberibben, bensőségesebben kell beszélni, mint ha fölmegy a színpadra, meg is mutatta, hogy így kell kezdeni beszélni. Igen, nem csak akkor azt kérdeztem volna tőle, hogy jó, hát neki az a kedves, mert de én nekem meg a színpad. Mert hogyha a színpadon valamit elrontasz, az ott el van. Jó magyar kifejezés, az el van rontva. A filmen meg annyiszor veszitek újra, ahányszor csak akarjátok, és amíg tökéletes nem lesz. Úgyhogy Krisztiánnak is azt mondtam, hogy miért te ezt nem tudod, hogy van színpadi hang? Nem, hát ezt nem itt tanítják már senki. Engem nem érdekel, hogy mire tanítanak. Majtényi Annának ez a hangja, ez a dühös, ez a kötekedő, ez a megemelt
kicsit megemelt reket hang. A reket hang adott volt, a dű az megjött a szövegből, úgyhogy aztán kiegyeztünk. Hogy... És ha jól emlékszem, ennek az előadásnak a Madách Színházban volt a premierje. Igen. A Tolnai Klári teremben. Nagyon-nagyon jó volt. Pedig a súgómat alig bírtuk eldugni. Mert azért egy ekkora szövegtestet, amit itt be kellett venni Zsófinak is, meg nekem is a fejünkbe, nem lehet súgó nélkül, tehát kicsi mankó nélkül megcsinálni. Nem mindig van rá szükség, de ott az a biztonság, és alig bírtuk eldugni valami függöny mögé. És az, maga az, hogy a Madách Színház, maga az, hogy a Tolnai terem. És akkor, mikor lement az előadás, és elkezdett zúgni a taps, csak álltunk ott Zsófival, és majdnem bőgtem. Akkor jött a közönség. Ilyen meredek nézőtér volt az emlékeim szerint, és így álltak egyenként az emberek, és először nekem gratuláltak, utána Zsófinak, és ment tovább a tömeg. Tehát ilyen körbe. És egyszer csak kiderült, hogy miután én 4 évig tanítottam Balassagyarmaton a kereskedelmi iskolába, elég sok tanítványom van, jó szarna szét a megyéből, és a Magyar Nándori, mindegy is, valamelyik könyvtáros nő, barátnőm megszervezte őket, és egy busszal eljöttek megnézni. Csak néztem, édes Istenem, ilyen még van ebben a világban, hogy... Jelzem, 200 néző volt, tehát nem csak ők voltak ott 50-en. 200 néző volt hát a kamarában. Igen, Laci bácsinak jó helye volt, erre emlékszem. Laci bácsira akkor nagyon mérges voltam, de azóta megbocsátottam neki, mert majdnem mindenkinek megbocsátok, aki jó ember, és többet nem tesz nekem rosszat, mert annyira ült, mint ez az asztal. Igaz? Majd, hogy nem összeért a lábunk. És én ott vergődök, rakom, veszem magam, és Laci bácsi meg látja a jó képeket, és Jézus anyám, ha el nem felejtem a szöveget, én nem tudom, mit csinálok Laci bácsival. Úgyhogy mondtam neki legközelebb, egy 2 sorral följebb, csak egy kicsivel. Ott volt csak hely. Ott volt hely, mert dugik igen, be kellett rakni pót sort, mert hogy olyan nagy volt az érdeklődés. Milyen érdekes ez is, hogy a Zente Színháznak ugye volt a Madách Színházban is premierje, József Attila Színházban is volt premierje Budapesten. Ez alatt a 6-7 igen. Év alatt. Nagyon hamar elment ez a 7 év felé. Nagyon hamar, és rettenetesen sokat kellett dolgozni. És eltelt 7 év, hát nem tudom, most ez 6,5, lehet, hogy nem lövök nagyon messze, most próbáltam így fejbe összerakni hirtelen, de alapítottál egy díjat? Persze. Alapítottam egy díjat, mert amíg Vertix Színpad stúdió voltunk, addig a színészek is mindenki ingyen dolgozott, kivéve a technikát persze, mert ugye ahhoz kocsit kellett bérelni, mindent, ahogy jártunk fellépni. Nagyon sokat köszönhetek a megyei könyvtárnak, nagyon sokat köszönhetek Máténé Marikának, mert abban az időben még senki nem tudta, hogy mit tudunk játszani, ő megelőleg ezt a bizalmat, és vitt bennünket falura, könyvtár úgy szintén, és aztán, amikor hát életem párja elment, meghalt, akkor azt mondtam, hogy na, akkor most én alapítok egy Tépataki László díjat. Ez egy aranygyűrű, ami nagyon szép, elegáns, egy pecsétgyűrű, aminek a tetején a TPL van, és belülre oda van írva az illető neve. De ezt a díjat csak én adom. Tehát semmi bizottság, hogy megszavazzuk, meg majd ellenszavazatok, meg tartózkodunk a szavazástól. Nem, ezt én adom.
más dolog, hogy nagy ravaszul mindig kikérdezem a barátoknak, Sándor Zolinak, Susán Ferinek, ennek-annak a véleményét, de idén nem tettem meg. Idén én döntöttem. Úgy döntöttem, hogy idén Susán Feri kapta. Ez nyilván... Nagyon szépen köszönöm. Nyilván nem ezért akartam megkérdezni ezt, csak mert úgy gondolom, hogy azon túl, hogy ez nekem egy óriási meglepetés volt, hiszen elég szépen át lettem verve ebben az ügyben, meg lettem vezetve, hogy ez egy nagyon nagy dolognak gondolom, hogy van ez a díj. És egyébként itt van. Tehát én lehet, hogy nem illik, hogy nem tudom, de én mondom. És előttől bocsánat, nagyon boldog vagyok, mert már nagyon sok embernek adtam én ezt a díjat. A vertikeseknek mindnek megadtam a díjat, mert ő nélkülük nem lett volna ez az egész. Tehát ott csámpáskodtunk, és megérdemelték szabadidőbe, mindent rááldozva. Szépen lassan megkaptam, majdnem mindegyik, egyetlen egy maradt ki, de hát ő most nem is játszik már itt, csak talán egy darabba, a Demos Peti. Mindenki megkapta, és két ember hordja. Az egyik Erdélyi Gabi, a losonci színészünk, a másik meg a Susán Feri. Lehet, hogy fél, hogy szólni fogok neki, hogy hol a gyűrű. Komám azt, hogy hol a gyűrű. Igen. Nem, megérdemelte, és azért mondja, hogy meg volt vezetve, mert mást mondtam neki. Mentem oda hozzá, és akkor mondtam, hogy te figyelj, üljünk már le, és akkor mondjuk meg, hogy én erre gondolok, és arra gondolok, és én egy hölgyet mondtam. Hogy ez, jó, persze, jó, és amilyen, már ment is. És akkor én elindultam a másik vonalon, hogy megbeszéltem ezzel, azzal, amazzal, és akkor van egy papírom, amin minden színésznek, aki játszik az NT-be, a gyűrű mérete ott van. És itt voltak ezek a szegények ebbe a terembe összezsúfolódva, míg az átalakítás tartott, és én hoztam az ékszerésztől ezt a karika izét, hogy megmérem, aki még nincs megmérve, a gyűrűre. És mint a gyerekek, már annyira fáradtak voltak, és Fer is így fölkapja, azt mondja, ó, ugyan már itt van, nekem is itt van. Hát mondom, te nem kaphatod, öregem. Mert a kezdetén azt mondtuk, hogy... Jó, ehhez annyi hozzátartozik, tehát a sztori igaz idáig, csak előtte volt az, hogy hogy kéne XY-nal megméretni az ujját. Hát mondom, ne szórakozz, gyere be a teremben, majd mindjárt elintézem. És akkor én szépen előjátszottam neki, és lemérte az ujját. A hölgynek előjátszottam. Na mindegy. Nagyon-nagyon-nagyon szép gesztus ez a színészek felé, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon hát fontos. Remélem, hogy ez is, és az Ente díj is. Meg az Ente díj, ez a kettő, és nagyon örülnek neki. Hát meg a Vastaps díj, amit viszont a hát közönség. Hát az meg a közönség úgyhogy, dolga. És már most nagyon büszkék rá. Uh-huh. No. És már vannak emberek, akik mondják, hogy hát és akkor jövőre ő is kap Zentét. Hogy dolgozni, kemény. Na, hát kedves nézők, én nem tudom, hogy érzik, eltelt megint kb. 80 perc. Én abból érzem, hogy a lámpák szétégették rajtam ezt a fekete zakót, amit jól választottam ki a mai estére. Meg szeretnél rá. Szoktuk volt mondani, én nem dohányzom. Hogy akinek esetleg van kérdése, az vadul tegye fel most még itt Editnek. Ha pedig nincsen, akkor pici gondolkodás után, ha jó gondolom, a következő vendégünk Bozó Andrea lesz. A dátumon még dolgozunk, de nyilván a megfelelő helyeken, a színház Facebook oldalán, weboldalán, műsornaptárában, meg fogják találni, hogy Nógrád megyei hírlap hasábjain, a városi televízióban, hogy ez a következő beszélgetős est mikor lesz. Én remélem, hogy jól érezték magukat, és remélem önök is nagyon örülnek annak, hogy a kedvenc színészeink sorozatban egy helyi színésznőt tudtunk
ide leültetni erre a kis kanapéra, aki egy évvel idősebb, mint én. Edith, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.